Üdvözlöm Önöket ismétlen, kedves nézőim, remélem, hogy eddigi videóimat megértettétek, mit akartam Önökkel tudatni. Most arról beszélgetünk el, miért is kell megvenni az originál szoftvereket. Az eredetieket miért nem kell hamisítani. Legislegelsőnek azért, mert ami nem ad pénzt, azt te nem becsülöd meg. Ez akármiben így van, például a kasszon, amit ingyen, akármit, azt te nem becsülöd meg. Például itt van ez a filmnézegetés, ha megveszed originálta, jobban jársz. Eredetiben, vannak ilyen filmnéző oldalak, ott el van reklámokkal, vírusokkal, egyéb másokkal, de te oda mész és ott megnézed. Közben meg a minősége rossz, roncsa a szemed, hangzása van, minden baja van, de akkor sem veszed meg, inkább megelégedsz abba. Én nem is szoktam filmet nézni, mert nincs értelme szerintem, na éh mindegy, de például van ilyen, használsz ilyen Windows operációs rendszert, például felteszik az üzletben kb. Olyan 10 euróé, valami feketén, te örömmel használod, közben meg lehet, hogy tisztára nem biztonságos. Például nem kapod az újabb verzióknál frissítést, és egyszerűen használhatatlanná válik, te meg nyugodtan bérod a bankkártya számlaidat bele. Bankolásra, shoppingolásra használod, lehet, hogy feltörik egy-kettő, például az antivírus nem volt eredeti rajta, azt is már nem kapod, azt sem nem működik rajta. Ez így igaz, ez ma így van. Most már az újabb ilyen operációs rendszereken, a Windowsok újabb verzióikon, már ki van már szűrve, melyik az eredeti, meg melyik a hamis. Ha nem eredeti, akkor te nem kapod a frissítést hozzá, nem enged egy pár programot se futtatni, például az antivírus sem már. És te például használgatod azt, nem számít te neked, hogy milyen funkciókat tud, ha egyáltalán tud is valamit, van mindenre való funkciók, beépítve benne, képszerkesztők, stb. Hangfelvételező. Te megfogod, betöltöd, leírod, például Adobe Photoshop, letöltöd, és majd azt próbálod használni. Azt használgatod, napi szinten. Amiért pénzt kellett volna fizetned, de te nem fizettél érte, sem ennyit se, és azt használod. És abban mit érsz el vele, hogy azt te használod. A közben meg ilyen ingyenesebb szoftverekkel ugyanazt a funkciót meg tudod csinálni, mint abban, lehet, hogy még többet is, egyszerűbb, meg jobb leírást is adnak hozzá, ingyenesen, míg amahoz meg, valójában meg kellene azt is venni, de azt nem veszed meg, inkább azt is honnan megszerzed. A Google-ből, valami illegálisan, de abban te mit érsz el azzal, hogyha te azt használod? Semmit se. De például megveszed origináltan, aztán téged annyira érdekelni fognak az összes funkciói, hogy képtelen vagy rászokni magadat, hogy igenis, hogy kell, mert te ezért pénzt adtál. És megbecsülöd, hogy te pénzt adtál érte. Meg ha nem, akkor meg nem. A normálisabb vállalkozást akarsz ítni, oda új is legálisat kell szerezned, ha ilyen képszerkesztésre akarsz foglalkozni, vagy talán mégsem, akkor épp minden. Neked az. Hát ennyi volna a videó lényege, mindig vegyétek meg az eredeti szoftvereket, soha ne hamis verziókat használjatok, nem lehet tudni, hogy meddig fognak működni, meddig az hozzá frissítést, biztonsági kockázatai vannak. Arra is mennek a gyártók, hogy egyre jobban kiszűrjék, hogy kihasznál feltört verziókat, és azokat egyszerűen működő képtelenné tegyék. Ne azt higgyék, hogy a Windows 10 nem küldi az adatokat, hogy mit használtok. Feketén a gyártóknak, majd a gyártó addig fejleszti tovább a saját szoftverét, ameddig felismeri a Windows 10 vagy illegális, akkor egyszerűen nem fog rajta futtatni, működőképessé telenni fog válni. Ez így van a valóságban is. Remélem, hogy ebben a videóban értették, mi volt a szándékom Önökkel tudatni. Szép viszont hallásra!